Szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntjük Önöket, illetve a ma esti előadó vendégünket is. Igazán nagy megtiszteltetés, és ezúton köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat Gyuri bácsi. És köszönjük Önöknek is, hogy ilyen szép számmal megjelentek, és teltházas előadást tudunk rendezni. Gyógynövényekkel az energikus létért, ez az előadás címe, és hát ki más tarthatna előadást ezekről a dolgokról hitelesebben ma Magyarországon, mint akinek tudását ma már természetgyógyászok, orvosok, tudományos kutatók is elismerik, és aki számos kitüntetése mellett tavaly szeptemberben a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Magyar Népi Gyógyászat képviselőjeként Magyar Örökségdíjat is kapott. Köszönöm. Kérem, fogadják nagy szeretettel Szabó Gyuri bácsit, a Bükki füves embert. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy levegyem a dzsekimet. Megengedik? Köszönöm szépen. Melegem lesz. Nálunk esett a hó. Úgy örülünk neki. Azt mondja a kolléga, akivel jöttünk, hogy úgy szeretnék már egy kis havat lapátolni. Azt mondja a felesége, hogy te bolond vagy. Hol kezdjem? Hát talán az elején, Miskolcon születtem, 1928. április 15-én, most leszek 86 éves áprilisban. Köszönöm szépen. Nagyanyámtól tanultam a népi gyógyászatot. Ő egy Sajó Kazinc nevű falunak volt a javasasszonya. Meghalt nagyapa 1934-ben, és akkor beköltözött hozzánk a szüleimhez, és akkor engem választott, mert én csavargó gyerek létemre mindig sosem mentem be a városba, a város szélén van a szüleim háza, hanem mindig kimentem a természetbe. Egyszer fel is akadtam a szöges dróton a kerítésünkön, mert ott másztam át, aztán rosszul számítottam ki magam. A népi gyógyítás tulajdonképpen már 1978-ban az Egészségügyi Világszervezet az almaltai kongresszusán a népi gyógyítás hátrányos megkülönböztetését semmisnek jelentette ki. Ezt egy Bannerman nevű professzor úr jelentette ki ezen a kongresszuson. Aztán utána volt még egy pár ilyen határozat, kongresszus, legutóbb 2008. november 8-án Pekingbe, itt 6 pontban foglalták össze azt, hogy mit javasolnak a kormányoknak, mit javasolnak az orvosoknak, mit javasolnak a kutatóknak, és mit kell tenni nekünk. Hát nekünk annyit javasoltak, annyit, hogy vizsgázzunk le, a mai kornak megfelelő tudást szerezzük meg, tehát ne csak azt tudjuk, amit az ősöktől tanultunk, hanem a mai kornak megfelelő tudással is rendelkezzünk. Mind a ketten, a lányom is, meg én is természetgyógyász vizsgát tettünk, ugyanolyan kék kártyánk van, mint a házi orvosoknak. De ettől függetlenül mind a ketten azt tartjuk, hogy a gyógyítás az az orvosok dolga. A pekingi nyilatkozatban az van, hogy el kellene kezdeni kutatni azt a tudást, és újból el kellene kezdeni egyetemen tanítani, amit a nép tudott sok ezer éven keresztül. És én olyan nagy örömmel mondom Önöknek, hogy Magyarországon ma 3 orvosi egyetem kutatja a népi gyógyítási tudást. A pécsiek Erdélybe járnak, most már 3. éve, nálam is volt egy pécsi csapat, akik az én általam tudott dolgok után érdeklődtek. A Semmelweis Egyetem kutatta ki a cukorteánkat, amelyik most már bátran merem mondani, hogy világhírű. És a Debreceni Orvosi Egyetemen pedig a parlagfüvet kutatják. Tehát ők is, hogy mit tudott a nép.
Erről majd érdekes dolgot fogok később mondani, egy pár dolgot felírtam, mert egyre több híradás is jelenik meg erről. Nagyon érdekes, még televízióban is majdnem egy órás adás volt, január 10-én, ez év január 10-én a Duna Televízió 15:30-től 16:30-ig, majdnem 30-ig a lébőd kúráról beszélt. Hihetetlen, hogy mit tud a lébőd kúra. A Szovjetunió, az akkori Szovjetunióban a diliseket, tehát a idegbetegeket kivitték Szibériába, és ott egy orvos fedezte fel, hogy hát ez az ember már 3 napja nem eszik, 4 napja nem eszik, nem hajlandó kinyitni a száját sem, meg a szemét sem, és nem hajlandó a vízen kívül semmit meginni, vagy megenni. És a 3. nap után egyszer csak kinyitotta a szemét. De enni továbbra se volt hajlandó. Aztán azt hiszem, a végeredmény az volt, őnála nem tudom, hogy pont ennyi, de ezt már a németek fedezték fel, hogy egy 170 centi magas, 70 kilós ember 40 napig kibírja étel nélkül. De inni kell neki. Egyébként ez az idegbeteg, ez a depressziós, ez teljesen meggyógyult. Csak nem közölték a szovjetek senkivel, most már kutatják meg, most már fizetik is. Nagyon-nagyon sok dolog van, fordul a világ vissza a természetes dolgok mellé. Megfelé, meglepő dolgokat közölnek most már az újságok. Legutóbb 2011-ben volt egy felmérés, egy egészségügyi világszervezet felmérés, mert 78-ban a egészségügyi világszervezet egy csoportot alapított, akik most már a népi gyógyítással foglalkoznak csak. Felolvasom, mert azért a fejből már nem tudom ezeket a számokat, mindegyiket elmondani, hisz ezek teljesen frissek, én csak a régiekre emlékszem, mint az öreg emberek általában. WHO 2011-es felmérés. Ez egy egyetemi tankönyvben van, Bernát Jenő professzor úrnak a természet és vadontermő gyógynövények című egyetemi olvasmányként ajánlott könyvében van leírva az új, mert van neki egy régebbi kiadás, és ebbe az új kiadásba, ami 2013-ban jelent meg, tehát a 2011-es. Mit akarnak az emberek, és egyáltalán hol tart ez az állapot a növényekkel kapcsolatban? Ő a Bernát Jenő professzor úr, a Gödöllői Egyetem, Agrártudományi Egyetem gyógynövénytanszékének volt a vezetője, most már nyugdíjban van. Ez a felmérés a következőt állapította meg. Azt nézték több helyen, hogy az emberek hányszor próbálták ki már a gyógynövényeket, és kik azok, akik állandóan használják, ezt nem minden országban vizsgálták. Németországban a lakosság 80%-a legalább egy évben egyszer kipróbálta már a gyógynövényeket, és a 39%-uk állandóan használja. 39% a német lakosságban. Nyilván a felnőtt lakosság. Kanadában csak azt nézték, hogy mennyien próbálták ki, az 70% a lakosságnak. Franciaországban azt is megnézték, hogy mennyien próbálták ki, 49%, és 21%-uk rendszeresen használja. Ausztráliában 48% próbálta ki, Egyesült Államokban pedig 42%. Magyarországon a Kossuth Rádióban volt egy hír, hogy a magyarok 25%-a ma már rendszeresen használja a gyógynövényeket. Ott nem, minálunk nem volt ez a felmérés. Ugyanebben a felmérésben van az leírva, ebbe a tankönyvbe, hogy a gyógyszerek 25%-a ma is még gyógynövényből készül. És most tessenek meglepődni, a rák
gyógyszereknek a 60%-a készül még mindig gyógynövényből. Nagyon meglepő, nekem is nagyon meglepő volt. Tulajdonképpen mi is itt a baj? Az a baj, hogy rengeteg vegyi anyag kerül a levegőbe, rengeteg vegyi anyagot eszünk meg, szívunk be, kenünk magunkra, és különböző módon kerül be még a szervezetünkbe, amivel nem tud a szervezetünk mit csinálni. Nem ismeri. Nem ismeri fel a génállományunk, hogy az micsoda. Aztán különböző bajok lesznek belőle, nem jól működik a limfocitáink, tehát azok a sejtek, amelyik ellenőrzik azt, hogy mit tettünk meg, és azt összehasonlítják saját magunkkal, és utána az ölő sejtek el is pusztítják, tehát ez az immunrendszerünk gyakorlatilag. Mert van egy adalék anyag nevű anyag, az élelmiszer adalék. Erről is egy orvosnő és egy táplálékkutató írt egy cikket a tavalyi nők lapjának a 35-ös számában. Tessenek megpróbálni megkeresni, hogy mi is tulajdonképpen az az adalékanyag. Ő azt írja, hogy a kényelem ára. És akkor bekeretezve, azt hiszem a doktornő, a cikket írta, ő azt hiszem gyerekgyógyász, nem vagyok biztos benne, mert végig olvastam a cikket, csak nem emlékszem már rá, hogy gyerekgyógyász, de orvos biztos. A következőt írja bekeretezve, kiemelve ebbe a cikkbe, a gyermekek figyelmére, tevékenységére káros hatást gyakorolhatnak a következő ebetű utáni adalékanyagok. A 102-es, a 104-es, a 110-es, 122-es, 124-es és a 129-es. Hiperaktív, szuperaktív lesz a gyerek. Aztán adunk neki nyugtatót. Aztán attól meg dilis lesz. Borzasztó. Borzasztó. Miért engedi az Európai Unió akkor, amikor ugyanez a cikk írja le, hogy az ebető utáni adalékanyagok, élelmiszer adalékanyagok végső hatása nincs még kikutatva. És ugyanakkor pedig a 2004-es EU-s törvénybe támadja a gyógynövényeket, azokat, amelyik nincsenek benne a gyógyszerkönyvbe. Az nem gyógynövény. Arról van 3000 éves kutatás, tapasztalati kutatás, hogy használ. Sőt, attól régebbi van. És erre most mondok egy nagyon érdekes dolgot, fel fogom olvasni. Ez egy egyetemen tanító orvosnak, akit úgy hívnak, hogy dr. Matt Sándor. A Herbárium című könyvébe jelent meg. Ez a cikk, idézem, szó szerint idézem. Manapság általános, a parlagfű manapság általános megítélése elképesztően ostoba és radikálisan arrogáns. Az ókori mitológiában Ambrózia néven az istenek nektárjának kedvenc italaként és táplálékként jelenik meg, mert amely az örök élet és a szellem emelkedettség fenntartásához szükséges. Ezt nem ő írja, ezt én más forrásból tudom. A parlagfű a múlt század elején az úri családoknak a nappaliában illatosító anyag volt. Mi lehet itt akkor a baj? Hogy most meg nem az. Ő azt írja, a Metz Sándor tanár úr, hogy a parlagfűnek a levele
az a leghatékonyabb. Tehát valószínűséggel ezt használták az ókorban is. A levelét. Az igaz viszont, hogy a virágját is használták, de az már az, ennek a múlt századnak az elején. Akkor mégis valahol mi a baj most? Egy előző előadásból valahol a televízió vagy a rádióban hallottam, hogy a baj az, hogy a levegőben rengeteg szemét van. Mondják is, hogy Sajó Szentpéteren a értékhatárt meghaladóan rossz a levegő. Káros a levegőben lévő por, meg szemét az emberiségre. Aztán utána Miskolcon is kimondták, meg Berentén is kimondták ugyanezt. És ilyenkor mi történik? Addig, amíg a parlagfűnek nincs virágja, addig is van a levegőben ilyen szemét, de lefújja a szél a levéről, vagy lemossa az eső. Nincs, ahol megtapadjon. Viszont amikor a virág megjelenik, a bibe meg a porzón van egy ragacsos anyag, amivel oda csalogatja a méheket meg a rovarokat, hogy beporozzák őt. Ebbe beleragad rengeteg mennyiség. Ettől vagyunk allergiások. Én saját magamon kipróbáltam, és akkor Kmecs Vándor úr még azt mondja, hogy rákellenes hatása is van. Ezt már hallottam egyszer egy gyógyszerész professzornőtől is, hogy a parlagfűnek rákellenes hatása is van. Rengeteg dolgot tud, de nem szabad használni akkor, amikor virágzik. Nem a virágja miatt, hanem miatt a sok szemét miatt, ami rajta van a bibén meg a porzón. És akkor ebből a tanulság az én számomra az, én kipróbáltam egyébként a parlagfüvet virágzó állapotban, ne tudják meg, hogy mennyi idő alatt tudtam magamat rendbe tenni, az orvosok nem tudtak rendbe tenni sajnos. Kiütés hátán volt rajtam mindenütt az egész testemen. Véresre vakartam magam, egy évig tudatosan csak orvoshoz mentem, hogy van egy gyógyszer rá. Nem az orvos a hibás, hanem a gyógyszeripar. Nem sikerült nekik rendbe tenni engem, én aztán utána azt csináltam, hogy egyik nap diólevél tejával, másik nap utifű tejával, reggel és este lemosakodtam. Teljesen tetőtől talpig. Egy év alatt tökéletesen elmúlt rólam a parlagfűről az a sok kiütés, és hál' Istennek azóta sincs. Most már iszom, tinktúrát csináltam belőle, és minden nap iszom belőle egy mokkás kanálnyit. Ne legyek rákos, mert már egyszer voltam. Abból nekem elegem volt. Mit kell csinálnunk, hogy ne legyen az, ami Magyarországon van, hogy a férfiak 67 évig élnek átlagosan, a nők meg a szem 74-ig, vagy 77-ig, nem tudom pontosan. Ugyanakkor Japánban 90 év az átlag életkor férfinak nőnek, és Floridában is, azt nem régen hallottam, ott is 90 év az átlag életkor. Most gondoljanak bele a férfiak, általában nehezen fogadják el azt, hogy nekik is tenni kellene valamit. Ezt javasolja egyébként az Egészségügyi Világszervezet, hogy senki nem tud annyit tenni az egészségünk megtartásában, mint saját magunk. A doktornő vagy a doktor nem tudja a teját elkészíteni, a doktornő vagy a doktor nem tud engem elvinni azért a laborlelete, hogy nézzék meg a vérképemet, EKG-t se tud csinálni helyettem, tehát nekem kell. És egy 86 éves koromban például tavaly háromszor voltam vérvételen, mert nem voltam megelégedve a véreredményemmel, pedig egy kereszt nem volt rajta. De a limfocitáim száma a felső határon volt, meg a koleszterinem.
határa is a felső határ alatt volt 2-vel összkoleszterin értéken. Tehát ezért addig mentem, még én magamat rendben nem tudtam hozni annyira, hogy most 3,8, a 3,7, bocsánat, az összkoleszterin értéken, és a limfocitáim száma is lement a felső érték alatt legalább 20-szal. Tehát mit kell tennünk, hogy tovább éljünk, meg hogy ne legyünk rákosak? Erről is rengeteg előadás van, nemrégen láttam megint egyet a televízióban. Elsősorban is tudomásul kell venni a fiataloknak, mert a rák borzasztó nehezen alakul ki, hogy akár 20 évig is eltart, még rákosak leszünk. Tehát, ha nem akarunk 40 éves korunkban rákban meghalni, akkor már 20 éves korunkban is járni kell az orvoshoz. Mindig elmondom, minden előadásomon többször, hogy a gyógyítás az orvosok dolga. Ezt javasolja egyébként az Egészségügyi Világszervezet is, csak azt kéri az orvosoktól, meg az orvosegyetemektől, hogy vegyék át azt a tudást, ami sok ezer éves. És akkor először, amikor még lehetőség van, elsősorban az egészségünk megőrzésére, használják azt. Nem kell mindjárt gyógyszerhez nyúlni. Nemrégen Pesten egy urológus, főorvos, akinek saját rendelője is van, írt egy könyvet, Pesten jött hozzám, ott adta oda nekem. Az van oda, az a címe, helyesebben mondva, hogy az egészséget tanulni kell. Hát kérem, én tanultam. 1942-ben fejeztem be a 4. polgárit. Abban az évben nekünk volt egy olyan tantárgyunk, hogy élet és egészségtan. Vizsgázni is kellett belőle, orvos tanította. Vizier Szilveszter, Magyar Tudományos Akadémia elnöke, többször kérte a kormányt, én személyesen hallottam, javasolta, kezdjék el újból tanítani az élet és egészségtant az embereknek. Nem tudják. Jó, bekapom a gyógyszert, kész. Magyarországon a gyógyítás 60%-ában tünetkezelés, 40%-an gyógyítás, hivatalos adat. Hát nekem a tünetemet ne kezeljék, ha én beteg vagyok, engem gyógyítsanak meg. De elsősorban én tegyek magam, és én mindent meg is teszek, én most 7-8 teát iszom már minden nap, a múlt évi tapasztalatom alapján kicsit fölment a vérnyomásom. Meg sok a gyomorsa van, mert szerettem a vörösbort. Esténként megittam 1-2 pohárkával, nem részegségig, csak jó ízűen, meg jó minőségű vörösbort. Hát olyan 3-4 hónapja hagytam abba, de még mindig küszködök vele. Még mindig rövid az idő ahhoz, hogy az én gyomorsav termelésem normálisra visszaálljon. Magyarországon hal meg a világon a lakosság arányában a legtöbb ember rákba. Mert a 20 éves nő meg a 20 éves férfi nem gondol arra, hogy ő még beteg is lehet, hogy ő benne már elindult egy olyan folyamat, amelyik 20 év múlva olyan rák lesz, amit talán még gyógyítani is lehet, ha bár a rákoknak a nagy százalékát ma már lehet gyógyítani, ha időben felfedezik. Nagyon lényeges, ha időben felfedezik. Tehát mindenképpen menni kell orvoshoz, és tenni kell nekünk azért, hogy a szervezetünk védekező képessége jobb legyen, mert ahogy öregszünk, egyre rosszabb. De a fiataloknak is lehet segíteni, mert rengeteg vegyi anyag van. És tudják, hogy nem a gyógyszeripar a hibás ebben. Nagyon logikus, egyszerű. A gyógyszer csak a beteg ember szedi.
De hát akkor az egészségesek mitől lesznek betegek? Attól, amit megesznek, meg attól, amit termel a mezőgazdaság. Televízióban láttam, szén, monoxid. Ugye mindenki harcol ellene, hogy a gyárak, meg az autó, stb. Televíziós előadás. Nem azok bocsátják ki a legtöbb szénmonoxidot, hanem a talaj, a föld, mert vegyszerezzük, mert valamelyik hibbant okos kitalálta, hogy az istállótrágyából energiát kell csinálni. Nem kihordani a földre, hogy a humusz megmaradjon, meg mikroorganizmusai. Nem, hát az nem jó. Az káros, energiát csináljunk belőle. Oda vegyszer kell. Aztán egy ausztrál kutatómérnök, mezőgazdasági mérnök csapata megállapította, hogy 40 év múlva éhen halunk. A mikroorganizmusokat el fogja a vegyszer pusztítani. Nem lesz termőtalaj. Remélem, hogy addig az emberek észhez térnek, és azt fogják mondani, hogy nem, álljunk meg. Most az egészség vonalán, hál' Istennek ez már elindult, az előbbi számok bizonyítják. És van egy nagyon érdekes újságcikkem Szombathelyről, egy magyar származású orvosné, aki Németországban él, ő írta, hogy azokhoz az orvosokhoz Németországban, akik csak gyógyszert tudnak felírni, azokhoz már nagyon kevés, vagy sokkal kevesebb kartont adnak le a betegek. Nekem egyébként személyes tapasztalatom is van erről, hogy a németek mennyire. Van egy szerződésük a Gyöngyösi Főiskolával, én szedek vadmagot az erdőbe, a Nemzeti Park területén, elviszem nekik, ők csinálnak nekem belőle palántát, és utána visszaviszem a palántákat az erdőbe. Most például 100 000 palás füvet ittem, Orbán füvet, bocsánat. Mindig előszaladok egy kicsikét az agyammal. Orbán szüvet vittem ki vissza a természetbe, amit ők csináltak meg nekem, és magot akartam venni, mert kevés magot sikerült gyűjteni, mondom, visszaviszem azt is, ami máshol termet. Magyarország összes magkereskedés, gyógynövény magkereskedését fölhívtam, mindent azt mondták, hogy a németek megvették az összes Orbán szűmagot abba az évbe. Ott van nincs ember, aki lehajoljon, neki termelni kell a gyógynövényt. Mi is erre akarunk ráállni. Tehát térjünk vissza arra, hogy tenni kell, nincs más út. Voltam egy olyan konferencián, ahol a magyar megfelelő törvényét csináltak ennek a 24-es EU-s törvénynek, és akkor ott volt a miniszter úr is, az a miniszter, akinek a minisztériumot csinálta a magyar megfelelő törvényét, ez 2013 áprilisára kellett nekünk elkészíteni. Halimbán voltunk, és ott volt az, aki szerkesztette a törvénytervezetet is, egy főosztályvezető. Felkértek engem is, hál' Istennek, hamarabb, mint ahogy ők beszéltek, és kérdezték, hogy mondjam el, hogy mi a véleményem. És én nagyon rövid voltam, azt mondtam, hogy az Európai Unió azokat a gyógynövényeket, amelyik nincsenek be a gyógyszerkönyvbe, a Európai Unióba, a németbe, a magyarba, mindenkinek más-más ugye gyógyszerkönyve van. Nekünk 173 gyógynövény van a magyar gyógyszerkönyvbe feltüntetve, hogy azok gyógynövények. De Magyarországon már 1500-ban 570 féle gyógynövényt írt le Mélősz Juhász Péter. Mondom, azok a gyógynövények, amelyiket élelmiszernek akarnak minősíteni, azzal csinálhat azt, amit akar az Európai Unió, akármilyen törvényt hozhat a magyar kormány hozzá,
az emberek elindultak azon az úton, hogy 3000 évvel ezelőtt is azt a növényt gyógynövénynek nevezték, meg 3000 év múlva is annak fogják nevezni. A nép akarattal szemben egyszer Amerika megpróbálta megtiltani a szeszt. Sokan emlékeznek rá, mi lett az eredmény az amerikai szesztilalomnak? Megnőtt a maffia hálózat. A bűnözés akkora lett, hogy a végén be kellett szüntetni. Na hát, itt is akármit csinálnak, akarnak csinálni a gyógynövényekkel, de nem a gyógyszeripar akar, én szerintem, hanem a táplálék, élelmiszergazdaság, tehát az élelmiszertermelők, élelmiszergyártók akarják ezt csinálni. Akármit akarnak csinálni vele, az emberek gyógynövényt akarnak, és azt is fognak használni. Hihetetlen, milyen lendület indult el ezen a téren, és egyre jobban fog terjedni. Segíteni kell a májunknak, a vesénknek és a verejték mirigyeinknek, hogy ezt a rengeteg méreganyagot ki tudjuk dolgozni magunkból. Vannak rá gyógynövények, teljesen egészséges vagyok és 20 éves. Semmi bajom nincs, akár nő, akár férfi vagyok, 20 éves vagyok, ó, nekem nem kell semmi, de kell. Egy héten egy csésze tea a májamra. Hogy a májam azt a rengeteg szemetet kibírja dolgozni a szervezetemből. Gyermekláncfűnek hívják, mezei katánknak hívják, aranyveszőfűnek hívják, és esetleg, ha nagyon erőset akarunk, akkor úgy hívják, hogy kisezerjófű. Vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy a harmadikat kipróbálom. Veszek egy zacskót az egyikből, egy héten egy csészével megiszom belőle. Aztán, amikor az elfogyott, akkor veszek a másikból, azt is kipróbálom, egy héten egy csészével megeszem. Hihetetlen, hogy mi mindent segítek a szervezetemnek a méreganyag kidolgozásában. Gondoljanak bele, mindnyájan tudják, akik itt vannak, hogy az egyházak annak idején két nagy böjtöt írtak elő az emberiség számára. Minden egyház. Ősszel, tavasszal. Én is ezt javasolom, ez legyen az első, és ez legyen rendszeres. Tavasszal egyik héten, vagy egyik nap egy csésze csalánlevélteát fogok meginni 4 hétig, a másik nap pedig egy csésze diólevélteát. Ez még a májam mellett is feltétlenül fontos, tehát a májam segítése mellett is. A csalánlevél a vérereket takarítja ki belülről. Nem lesz lerakódás, nem lesz pak. Mert ki van tisztítva a vérerem egy évbe kétszer belső oldaláról. A diólevél pedig a nyirokereimet fogja kitakarítani, ahol vannak a limfocitáim. Azok, akik védenek engem. Kitakarítja belülről. És akkor szabad lesz az út minden sejtemhez, megfelelő mennyiségű oxigén, megfelelő mennyiségű táplálék fog a véren keresztül eljutni, és tökéletesen fog működni az immunrendszerem, a szervezetem, a felismerőkészség, és a többi, és a többi. Tehát a két nagy takarításon kívül, ősszel, tavasszal a májunkat szépen karban kell tartani. De mindenképpen menni kell orvoshoz rendszeresen, ezt nem fogom győzni, elégszer hangsúlyozni, hogy tessenek kérem elmenni az orvoshoz. Én is tarthatnék, tanácsadást tartok is, de rendelőt is nyithatnék, mint természetgyógyász. Nem akarok. Én nekem az a meggyőződésem, hogy ezt a tudást, amit én örököltem a nagymamától, azt nekem az egész magyar népnek vissza kell adni, és én azért nem kérhetek pénzt senkitől. Ezért se kérek pénzt. Tanácsadásaimért se kérek pénzt,
teljesen ingyen csinálom. A termékeinkért igen, mert azért megdolgozunk, nem csak én, hanem sokan mások még. Tehát az nyilvánvaló, hogy annak ára van, mert munka van benne. Ebbe is van munka, amit én csinálok, meg a tudás, de ez kötelességem, hogy én ezt odaadjam önöknek, mindnyájuknak ingyen, amit én tanultam. Gyógyítani is lehet a gyógynövényekkel, de a gyógyítást ma már az orvosok dolga, tehát azt mindenképpen meg kell beszélni a doktorúrral. Ezek a növények, vagy a doktornővel, elsősorban a házi orvossal. Ezek a növények, amiket elmondtam a májra, ezek gyógyításra is alkalmasak, csak lassabban gyógyítanak, de jobb módszer az, amit a Pécsi Orvostudományi Egyetemen voltam egy orvos továbbképzésen előadást tartani, és a Semmelweis Egyetemről egy gyógyszerész professzornőt vittünk magunkkal az autóval, az unokán vitte le az autót, ő vezetett, és ő tartott előadást. Aztán 12 féle gyógyszert mutatott be, és a 12 féle gyógyszer mellett, hogy ugyanarra a betegségre gyógynövényeket használtak, vizsgálták biztos klinikailag is, meg hát ugye a kutatóintézetben és a gyógynövénykutatóintézetben, milyen az eredmény. Egyiknél 30%-kal volt gyorsabb a gyógyulás, eredményesebb a gyógyulás, a másiknál 40, a harmadiknál 15, a negyediknál 20, 12 ilyen, tehát az együttes hatás. Sokkal eredményesebb gyógyulás biztosított, mint önmagában a gyógyszer, vagy önmagában a gyógynövény. Ezért érdemes orvossal megbeszélni, és ezért örülök olyannak, hogy most ez az előbb említett urológus orvos, aki egyébként miskolci születésű, nem-e vállalnék olyat, hogy orvosokkal konzultálnénk, megbeszélnénk. Én elmondanám, amit tudok, ők meg segítenének nekem abban, hogy milyen, és ez az orvos már segített is nekem egy pár, jó pár dologban. Most ott volt nálam egy tanácsadáson, végigült mellettem, és végigjegyzetelt. Tehát a gyógyítás az orvosok dolga, még a gyógynövényekkel is. Nagyon lényeges. A másik ilyen szervünk, a vesénk, amelyikre szintén nagyon kell vigyáznunk, mert ő is méregtelenít bennünket. Erre is sok gyógynövény van, és itt van egy olyan gyógynövény az előbb mondottak között, amit úgy hívnak, hogy aranyveszőfű. Máj, epe, vese és a hólyag működés segíti. Tehát ezt lehet használni a májunkra is, meg a vesénkre is, csak akkor két csészével kell egy héten meginni belőle. Egyik nap, mondjuk hétfőn egy csésze a vesére, pénteken a másik csésze a májra. Semmi baja nincs se a vesének, se a májnak. Csak azért, hogy ne is legyen. Azért meg kell inni ezt a teát. De itt vannak olyan dolgok, amiket viszont én szeretnék elmondani, és előadásokon mindig is elmondom. Szeretnék elmondani az orvosoknak például a vesekőnél. Az én saját tapasztalatom meg, amit a nagymamától hallottam. Nyírfalevélnek hívják, ennek van egy olyan változata, hogy nyírfa víz. Ezt a nyírfa megcsapolásával lehet használni, az ukránok hordják be, Nyíregyházán lehet csapkodni Magyarországon tavasszal, amikor elkezd a nyírfa rügyezni. Egy anyuka felhív egy hétfői napon, hogy Gyuri bácsi, 8 éves a kisfiam. Olyan nagy a veseköve, hogy laparoszkóppal már nem tudják megműteni, szétmorzsolni, ezért hagyományos műtétet javasolnak, írtak elő a jövő hét hétfőjére. Hát mondtam neki, hogy anyuka, a gyógynövények lassan hatnak. A gyerek még kicsi, csak fél adagot lehetne neki adni. De tessék azért megpróbálni a nyírfalevél teából
felnőtt adagot neki adni minden nap két csészével. Nem sok remény van rá, de talán. Hátha. Aztán, vagy három hónap múlva egy ilyen előadáson a végén odajött hozzám egy fiatal asszony, és mondja, hogy én vagyok az az anyuka, akinek a kisfiának egy hét után hétfőn nem volt veseköve. Mondom, és mennyit adott annak a gyereknek? Abból a teából. Azt mondja, egy litert. Minden nap. Egy litert, meg is itta a gyerek. Meg is itta a gyerek, de hétfőn nem találták a vesekövét, nem volt neki. Kipisült. De nem egy ilyen dolog van a népi gyógyításban, számtalan dolog van, ami például van olyan, hogy van egy körömvirág kenőcsünk, ami nem csak körömvirágból, hanem ősi recept alapján készül, több növényből készül. Nem kell műteni a viszeret. Visszahúzódik. Összehúzó növények vannak benne. Összehúzzák az érfalat. Nem tágul ki a tágulatot, összehúzzák. Tehát számtalan ilyen dolog van, de térjünk vissza a vesére. Ugye mondtam a nyírfa levelet, mondtam az aranyveszőfüvet. Van még egy másik is, vagy illetve még három, amit megelőzésképpen korlátlan ideig lehet inni. Ez az egyik, úgy hívják, hogy tejoltó galaj. Tejoltó galaj, galajfű. Mirigyrendszerre jók a galajok, háromféle galaj van, ami gyógynövénynek van minősítve, a közönséges galaj, ezt elsősorban rákos betegeknek ajánlják, van a ragadós galaj, ezt pajzsmirigyre ajánlják, közönséges galaj is jó egyébként a pajzsmirigyre is, és van a harmadik, ez a tejoltó galaj, amelyik elsősorban a veseműködés segíti, de minden mirigynek segít egy kicsit a munkájában. Tehát ebből is meg lehet inni egy csészével egy héten egyszer, amikor még semmi bajunk nincs. És akkor van még másik két növény, amit a legtöbben ismernek, a csalán meg a mezei zsurló. Abból is meg lehet inni egy héten egy csésze teát korlátlan ideig. Egyikből is, meg a másikból is, de már gyógyításra nem szabad úgy használni, hogy hozamosabb időn keresztül, maximum 8 hétig, sokkal kovasabb mind a kettőbe, és a kovasavat a vese nehezen dolgozza ki, tehát időt kell hagyni a vesének. 8 hétig inni gyógyítás céljából egyiket vagy a másikat, 8 hét szünet, aztán megint 8 hétig lehet inni. De jobb módszer az, hogy nem engedjük, hogy a vesének baja legyen, az enyémnek. Kérem szépen, 86 éves lesz lassan mind a két vesé. Azt mind a kettő tökéletesen működik, még a mai napig is. Én nekem nincs semmilyen derékfájdalmam. Ne iszom a teákat. Erre is. Többek között. És akkor van a harmadik méregtelenítőnk, a verejtékmirigyünk, amit nem használnak. És itt egy nagyon érdekes dolgot fogok elmondani. A Pap Lajos professzor úr, nekünk vannak ilyen gyógynövény napok, Bükszentkereszt, egy gyógynövénygyűjtő túráink is vannak, meg lesznek is. Őt is meghívtuk előadásra. Ez általában két napos, Bükszentkereszten van, és mindig hívunk neves előadókat oda, előadásra. Hát nyilván ugye ő szívsebész, tehát a szív- és érrendszeri betegségekről beszélt, szívműtét, de a végén, az előadás a végén azt mondja, hogy most egy ilyen szokatlan dolgot fogok maguknak mondani, használják a verejték mirigyeiket. Izzadjanak. A verejték mirigyek nem működnek, akkor annak a következő lesz az eredménye, begyulladnak, megtámadja a rákos sejtőket, aztán mammográfián a nőnél észrevezik, jaj, a hón alatt is van egy duzzanat. Az a verejtékmirigy. Nem használta, mert dezodorozta. Visszafojtotta. És mondta, hogy kérem, legalább egy héten háromszor legalább 20
percig izzadni kell. Fussanak, gyalogoljanak. Öregek meg, ha akik már nem tudnak, azok például nyáron vegyenek magukra téli kabátot, üljenek ki a napra. Mindenki nevetett akkor is. És figyeljék meg, kérem, mondta ő, hogy az 5. hét után a verejtéknek nem lesz szaga. Kidolgozta a szervezet a méreganyagot a mirigyekből. A verejték mirigyen keresztül. Hát én hál' Istennek tudok izzadni, meg akarok is, meg csinálom is. Érdemes. Próbálják meg. Lehet kölnivel is a szagát elvenni addig, amíg. De ha az 5. hét után már nem lesz szaga a verejtéknek, az enyémnek alig van már szaga, pedig elég régen csinálom, hát nem 5 hét többet, de nem elég intenzíven, szóval nem úgy, ahogy ő javasolta. Hát ennyit erről a megelőzésről, és akkor most beszéljünk a 3 betegségről, a legfontosabb 3 betegségről, talán, nem biztos, hogy ez a legfontosabb, de az első számú halálok a világon a szív- és érrendszeri betegség. Ebben halnak meg a legtöbben nálunk is, Magyarországon is. Magas a vérnyomása valakinek, el kell menni az orvoshoz, orvos megállapítja, kérem, magas a vérnyomása, és akkor 2 dolgot fog a vérnyomás csökkentő mellett csinálni, adni gyógyszert. Ad egy olyan gyógyszert, ami csökkenti a vérnyomást, ad egy vízhajtót, meg ad egy koleszterin csökkentőt. Legtöbb esetben, nem minden esetben. Most ez miért kell? Hát azért kell, mert az orvos tudja, hogy ez a 2, amire adta a vérnyomás csökkentő mellett, ez a 2 az alapbaj. A vesébe nem dolgozik minden rendesen a vese, elzáródások vannak, szűkületek vannak, a vese sejtjei nem kapnak elég vért, nem kapnak a véren keresztül elég táplálékot, és a szív megpróbálja erőltetni, oda nyomni, mert szükség van rá. Kéri a vese, hogy legyen neki elég oxigénje, legyen, és a szív megfogadja. És miért adja akkor még mellette a koleszterin csökkentőt? Nagyon érdekes dolog, elég sokan járnak hozzám, és ugye a tanfolyamon azért tanultam 1-2 dolgot az egészségből, meg hát a szervezetünk felépítéséből, abból is vizsgázni kellett, hogy tulajdonképpen a ereink, a vérereink, azok, ha a koleszterinünk a tűrési határon belül van, de én szerintem nem a felső határon, hanem annak a közepe táján körülbelül, akkor a koleszterin lerakódik ugyan az érfalon belül, de nem veszi el az érfalnak a rugalmasságát, mert vékony. És az, hogyha egy ér rugalmas, akkor arra nehezen vagy egyáltalán nem tud lerakódni semmi. Nem képződnek pakkok, amik még jobban elzárják. Ugye így van a 2 érfal, és akkor van rajta egy ilyen pakk. A másik oldalon is van egy ilyen pakk. De hogyha ez a koleszterin nem rendben van, akkor nincs ilyen pakk, mert rugalmas az érfal, és ledobja magáról. Nem enged, hogy megtapadjon, magyarul. És akkor a vérútja szabad lesz. A vesébe is, meg mindenhová. Meg az érfal izmos marad, rugalmas marad. Nem lesz agyba baj, agytrombózis, nem lesz agyvérzés, nem lesz szívinfarktus. Én most a múlt évben mondtam az elején, 3-szor voltam vérvételen azért, mert a koleszterinem nem volt megfelelő, összkoleszterint érnek most már egy pár éve, tehát a referencia érték 2,8 és 5,2 között van, én 5-ről indultam. A házi orvosnőm, hál' Istennek, ő nagyon
elfogadja, hogy én magam meg akarom gyógyítani, ha nekem valami bajom van, csak ad rá időt. Mondtam neki, hogy ez nekem nagyon sok. Jó, egy fél év. Elmentem egy fél év múlva, és akkor valami gyulladás keletkezett a szervezetembe, mert ugyan a koleszterinem lement 3,8-re, de mondta, hogy a vérképen gyulladás jelez. Adok 2 hetet, Gyuri bácsi. Mondom, 3-at tessék adni. Jó, rendben van, adok 3 hetet. 3 hét múlva elmentem, elmulasztottam a gyulladást, az nem volt már a harmadik vérképemen, és a koleszterinem lement 3,7-re. Azóta is jó vagy. Gyógykúrt használtam rá. Meg Veronikát. Egyszer az egyiket, egyszer a másikat, a Veronikát este kell, a tyúkúrt napközben kell meginni, csökkenti a koleszterin szintet. Sőt, akinek kertjében van, nekem is van, csak nem sok, mert ott nálunk sziklás a talaj. Salátaként, egy ilyen félmaréknyi salátát a salátába belekeverek, amikor tudok szedni, és akkor aznap nem iszom teát. Tyúkúrt teát, hanem a salátát eszem meg. Rengeteg C-vitamin van benne. Ilyenkor is van, még a hó alatt is ki lehet kaparni a tyúkhúrt. Akászosban van sok, meg a szőlőkben. Tehát térjünk vissza akkor még ugye a magas vérnyomásra. Adtunk a veségnek valamelyik gyógynövényből segítséget ahhoz, hogy a vesénk jól működjön. Adtunk a koleszterin termelésnek a segítésére, hogy ne legyen túltermelés, szintén gyógyteát, de a vérnyomásunkat is csökkenteni kell. A vérnyomásunkat több növényel, 3-4 olyan gyógynövény van, amivel hatékonyan lehet csökkenteni, nem kell mindjárt a gyógyszerhez nyúlni. Galagonya virágos hajtásvég, talán ez a leghatékonyabb. A másik a fehérfagyöngy, a harmadik pedig a pásztortáska. Most akkor galagonya teát is kell már innunk, megelőzésre is. Én nekem 127-től a szisztolét mondom, tehát a felső értéket mondom, 120 valamennyitől a felső értéken 134-ig ingadozik. Attól függ, hogy milyen állapotom van, mennyire vagyok ideges, mennyire dolgoztam, stb. Stb. Mérem, nem túl gyakran, de az se szabad. Egy héten egyszer, 2 hetente egyszer, reggel este megmérem a vérnyomásom, de minden nap iszom a galagonyát, mert én már 86 éves leszek. Mert a galagonya vérnyomás csökkent, az enyémet nem, mert az én szervezetem, meg mindnyájunk szervezete tudja, hogy erre nincs szüksége, tehát akkor azt a részét nem használja. A vérnyomás csökkentő részét. Nem használja, nem kell neki. Hiába akarom adni neki. Szívritmus szabályoz. Jó a szívritmusom. Szívideget nyugtat. Ez is nagyon jó. Nem ideges, nem, nincs olyan, hogy megáll a szívem, aztán egy nagyot dobban. Jó a szívritmusom. És a szív és az erek izmait rugalmasan tartja, meg kitisztítja az ereket, különösen a nagy ereket, a lerakódott szeméttől. Nekem volt érvizsgálatom is, mert én rendszeresen járok az orvoshoz. Nem szedek gyógyszert, csak járok az orvoshoz. Ő ért hozzá, ő neki van EKG gépje, ő tud engem laborba elküldeni a vérképemet, ő tudja levizsgáltatni a vizeletemet, és a többi, és a többi. Tehát mindent ő tud megnézni a prosztatámat, hogy milyen állapotban van, én magamnak nem tudom. Tehát elmegyek az orvoshoz, megbeszélem vele, és én megmondom neki, hogy én nem kérek, köszönöm szépen, gyógyszert, hanem én majd magamnak fogom gyógyítani, és a legtöbb orvos elfogja, de ha baj van, tessék jönni. Hát hál' Istennek nincs baj, de ha baj lenne, mennék hozzájuk, mert akkor kevés az én tudásom, meg az én gyógynövényem. Hát ennyit a magas vérnyomásról.
A fehér fagyöngyöt lehet még használni, az ingadozó vérnyomásra való. A fagyöngyről majd később mondok nagyon érdekes dolgokat még, mert nem csak a vérnyomást tudja, a galagonya se, ugye elmondtam, hogy mi mindent tud még, de még azon kívül másokat is tud. És vagy pedig, hogyha alacsony a vérnyomásom, mert ilyen is van, akkor én a zöld teát szoktam ajánlani az embereknek, igyanak meg, abban tej nevű koffein származék van, tejnek hívják, ez is emeli a vérnyomást. Egy nagyon jó tulajdonsága van a zöld teának, rákellenes hatása van, ez az egy, bocsánat, több is van neki. A másik pedig az, hogy emeli a vérnyomást. De egy tea 6 óra alatt szívódik fel a tején a szervezetbe, tehát 6 óra keresztül picikét emeli a vérnyomásomat. De mondjuk egy ilyen 90, tehát a felső 90 vagy 110-es vérnyomásnál nem kell még semmit se használni rá. Fiatalabb koromban az akkori házi orvos, akkor máshol laktam, 90, meg 100, meg 110 volt a vérnyomásom, mikor, hogy. Na, azt mondja, sokáig fog élni. Majd mondom, hogy jó Isten beszélne a doktor úrból. De azt mondja, tegyen is érte. Igaza volt, ő már sajnos nem él. Tényleg, hát már 86 éves leszek nem sokára, semmi bajom nincs. Ennyit a vérnyomásokról. És akkor most beszéljünk a másik rettenetes betegségű a rákról. Ez a Metz Sándor, doktor Metz Sándor orvos azt írja, hogy a parlagfű gyógyítja a rákot. Nem csak a parlagfű, ahogy az előbb mondtam, abban a statisztikai fölmérésben, amit az Egészségügyi Világszervezet csinált 2011-ben, hogy a rákellenes gyógyszerek 60%-a gyógynövényből készül. Mint annak idején a Covinton, a kistéli zöldből. Az agyi érnek a tágítására volt a Covinton, azért Tiszavasváriban csinálták, amíg abból csinálták a kistéli zöldből, addig jól is működött. Ma már nem használják, mert áttértek vegyi útra. Most már nem működik jól. Nem, nincs is Covinton, nem, más van helyette. Tehát elsősorban tudomásul kell venni, hogy a világon a levegő összetett, a rengeteg vegyi anyag, ami a szervezetünket éri, az káros. Annak előbb-utóbb hatása van. A krémnek, amit magunkra kenünk, a dezodornak, amit magunkra fújunk, a hajszesznek, amit, vagy a samponnak, amivel megmosuk a hajunkat, az enyémet már nem kell, mert nincs mit lassan. Ennek mindnek káros hatása van, csak nagyon-nagyon lassan alakul ki. Tehát, ha én nem próbálom meg magamból kitakarítani ezt a szemetet, akkor előbb-utóbb rákos leszek. Erről is nem régen volt egy előadás. Nem ismeri fel a limfocita, a káros sejtet. Háromféle limfocita van. Nem ismeri fel a káros sejtet. Nem tudja összehasonlítani én velem. Mert az egyik, amelyik én vagyok, a másik, aki felismerő, a harmadik az ölő limfocita. Három betűjével jelzik ezeket a limfocitákat. Tehát én nekem magamnak kell tudni azt, hogy én nekem magamnak tenni kell azért, hogy elérjem a 86 évet. Gondoljanak bele a férfi társaim, hogy 65 év az átlag, 67 év az átlag életkor Magyarországon a férfiaké. És 65 év lesz a nyugdíjkorhatár. Meddig fogják élvezni a nyugdíjat? 2 évig átlagban. 2 évig. 65 éves korában elmegy, átlagban nyugdíjba, illetve akkor mindenki el fog menni, hát nem mindenki, kevesen van,
akik tovább dolgoznak, és 67 éves korában átlagban meg fog halni. Én már ugye most 86 vagyok, én 60 éves koromban mentem el nyugdíjba, én már 26 éve élvezem a nyugdíjam. Én munka mellett tanultam, tehát nekem 14 éves koromtól van munkaviszonyom, szinte végig egészen 60 éves koromig. Ugye a 14 meg 6 az 20, meg 40, 46 évet dolgoztam. 46 évig fizette utánam a cég a nyugdíjjárulékot, de hát még csak a 21, illetve a 26 éve használtam fel belőle, még hol van a 40? Érdemes, higgyék el nekem, egészségesen nagyon jó élni, még ilyenkor is. Szeretetben élek, hál' Istennek. Emberek is szeretnek, a családom is szeret, sajnos a feleségem ő meghalt korán. De hát ezen most már én nem rágódok. Ő azóta én nem nősültem meg, én nekem egy feleségem volt, az is marad. Viszont a gyerekem meg a két unokám csodálatosak, mind a hárman, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok velük. Jó érzés. És még egy dolog, van egy orvosbarátom, aki több természetgyógyász vizsgát csinált, azt mondja nekem, hogy vagy? Mondom, hogy jó vagyok, jó, hál' Istennek, azt mondja, a teáid mellett tudod, mi a te előnyöd? Hogy pozitív a gondolkodásod. Nem kezdesz el keseregni mindenen. Tényleg nem kell, minek? Én már nagyon régen rájöttem arra, hogy elkezdek rágódni, hogy jaj Istenem, mi lesz, jaj Istenem, mi lesz? Aztán két óra múlva rájövök arra, hogy semmi. Marad ugyanúgy minden, akkor meg mi a fenének keseregek rajta? Majd megoldom. És általában meg lehet oldani. Térjük vissza a rákra. Van gyógynövény rá sok. Gyógyszert csinálnak például a diólevélből, gyógyszert csinálnak a fehérfagyönyből, gyógyszert csinálnak még mellette szántalmból. Izraelben termelik a parlagfüvet. A Debreceni Egyetem kutatja most, hogy a parlagfűben milyen anyagok vannak. Csak az a baj ennek a kutatásnak, hogy 1964 óta kutatják a fehér fagyönynek a hatását. Ma is. 1964-től még ma is. Már tudják, hogy a fehér fagyönyből iszkador nevű, meg van még két-három ilyen injekcióféle, amivel rákot lehet gyógyítani Magyarországon. És lehet kapni az Európa Patikában, Budapesten orvosok írják fel, állami támogatást, tehát egészségügyi biztosítást nincs rá, nem lehet. Tehát meg kell fizetni az egész árat. Egy magyar származású kertészmérnök nőként élt Németországban, ma is ott él. Nem túl régen volt nálam. Két vagy három éve a cukortea mér, most már külföldön is nagyon sok helyen viszik, csodálatosan működik a cukortea, ogyi engedéllyel, tehát patikában is lehet már kapni. Nincs mellékhatás a cukorteának. Nem fog megvakulni, nem áll le a veséje, és nem fogják levágni a lábát, ha együttesen használja a gyógyszerrel vagy az inzulinnal. Ilyen tapasztalat van, azért van engedélyre. De mondta, hogy ő rákos volt, mert rákja volt. Amikor nálam volt, azelőtt 30 évvel. Kicsi volt a csomó, kivették a melléből a csomót 30 évvel ezelőtt. Elnézést, sokat beszélek, elmegy a hangom. És ő azóta minden hónapban ad magának egy iszkador nevű injekciót, ami fagyönyből készül. És 30 éve él. Akkor már most azóta még biztos mindig él. Mondta, hogy nagyon drága. Egyébként a mellrák a legjobban gyógyítható rák. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Erdélybe jár,
Három éve már, és a székelyeknél vizsgálja azt eldugott falokban, hogy a székelyek mit használnak, mivel gyógyítanak. Elnézést, bocsánat. 2010-ben adta ki egy orvosi folyóiratban, Magyar Epidemiológia című folyóirat, 2-3-as számában az első vizsgálatok eredményét. Leírták, hogy mit használnak a székelyek, mellrák és vastagbélrák ellen, és utána orvosilag igazolták, hogy működik. Szilva lekvárt. Rengeteg benne az antioxidáns a szilvában. Én egy másik helyről, egy természetgyógyász újságból egy vizsgálatot tudom, hogy nem tudom milyen egység, de az aszalt szilvában 5740 egységnyi antioxidáns van. A következő, amiben sok van, aszalt gyümölcsben az a fekete mazsola, és a harmadik a fekete szeder. A fekete mazsolában még a fele sincs annak, mint amennyi az aszalt szilvának. És ugyanakkor azt is megállapították, hogy nőknél a változó korban, ha elkezdik az aszalt szilvát enni, hármat minden nap, visszafordul a csontritkulás elindulása. Nem lesznek csontbetegek. Istenem, másfél óráig kiszoktam bírni a hangommal, akkor szokott elmenni másfél óra után. Tehát térjünk vissza akkor a rákra. Gyógyítható rák. Ma már nagyon nagy százalékban gyógyítható orvosi kezeléssel is, műtéttel is, de gyógynövényekkel is. Ahogy a székelyeknél a szilva, én mondok saját tapasztalatot, egy párat. Egy doktor úr hívott felszintén, aki 85 éves volt, ő is egy pár évvel ezelőtt, cukorteát. Cukorbeteg lett, és érdeklődött, hogy hogyan működik a cukortea, meg honnan tudja beszerezni, és a többi, és a többi. És akkor, amikor megbeszéltük, a végén azt mondja, hogy Gyuri bácsi nekem ezelőtt 15 évvel tavasszal megállapítottak egy szájrákot. Én akkor 70 éves voltam, tudom, hogy mi jár a kezeléssel, én nem mentem bele. Elkezdtem körömvirágot enni nyersen. Tavasztól őszig minden nap három fejet. Ősszel nem volt szájrákom, és azóta sincs. Egy fiatal ember jön egy ilyen gyógynövénygyűjtő túrára egyik alkalommal hozzánk, június körül, már akkor van közönséges galaj, és mondja, hogy a édesapjának nyelvrákja van, ő már csak híggal tudják etetni, meg a lakásban még a vécébe kimegy, de már lakásból nem megy ki. Valamit adjunk neki. Két galajteát javasoltam neki, egyik nap, minden nap két galaj, közönséges galajt, az a jobb. Egyiket igya meg, a másik a galgarizáljon és köpje ki. Következő évben jött valamikor augusztusban egy másik túrára, és kérdeztem tőle, édesapa, hogy van. Ó, köszönöm szépen, most ment a kocsmába éppen, mikor elindult a motorról. Jól van. Kórházakban is elhívnak már Miskolcon. Három kórházban voltam, amelyikben háromszor voltam orvosoknak, ápolóknak előadást tartani. Az egyik kórházban második alkalommal, amikor vagyok, egy begyógyász adjunktusnő jön hozzám, Gyuri bácsi, tessék segíteni, mert a mi tudományunk véget ért. Mondom, mi a baj? Azt mondja, hogy fehérvérűségben, tehát fehérvérű rákban szenved a nagynénie, és mondom, mennyi a fehérvérség száma? Hát azt mondja, olyan 38.383, mikor, hogy mondják.
Azt mondja, mi nem tudtuk lejjebb vinni. Tessék adni címet, küldök neki Somlekvárt. Leírtam, hogy Somlekvár, háromszor egy teáskanálnyi minden nap, és amikor fogytán van, akkor írjon, vagy hívjon fel, telefont is megadtam, és küldök neki még. 3 hét múlva hív a néni, hogy Gyuri bácsi, köszönöm szépen, de fogytán van, tessék küldeni a következőt. Mennyi a fehér fés egy szám? 12. Majdnem normális. Azóta is él. 2002. februárjában jogosítványért is járok, mert az orvoshoz mennem kell. Nem adják ki másképp, nem hosszabbítják meg a jogosítványom. Februárban, 2 évvel azelőtt voltam a doktornőnél, akkor egy kicsit elhanyagoltam az éves vizsgálataimat. Meglátja, hogy a halántékomon van egy nagy fekete, mint az új begyem, egy olyan nagy fekete kitüremlés, és az nem volt ott 2 évvel azelőtt. Az nem tetszik nekem, Gyuri bácsi, tessék menni azonnal bőrgyógyászatra, és azt meg kell nézni. Másnap elmentem bőrgyógyászra, doktornő megnézi, ismert engem, mondja, hogy Gyuri bácsi, itt nagy baj van, ez nagy valószínűséggel a melanoma nevű bőrrák, ez nagyon gyors rák. Írom a beutalót, tessék menni holnap onkológiára, szöventant vesznek belőle, és le kell onnan venni nagyon rövid idő alatt, mert először a feje tetején lesz 5-6 darab belőle, aztán a hátán, aztán 6 hónap múlva meghal. Hát nem tudom, hazamentem, de nem tudom, hogy hogy. Aztán eszembe jutott, hogy a nagymama mondta nekem, hogy a rákot régen is gyógyították, mint ahogy a cukorbetegséget is kezelték, mert azt ugye gyógyítani nem nagyon lehet, szinten lehet tartani. Volt tinktúrám. A tinktúra mindig hatékonyabb, mint a tea, meg mint a krém, mert a tinktúrában vízben oldódó hatóanyag is benne van, meg a zsír, meg a alkoholban oldódó is. Körülbelül 20%-kal hatékonyabb a tinktúra. Volt diólevélből tinktúrán, ebből egyébként csinálnak rákellenes gyógyszert is, már a diólevélből régen is használtuk. Meg volt közönséges galajból is, meg fehérfagyönyből is tinktúrán. Összekevertem megfelelő arányban, és elkezdtem kenni a halántékomat naponta háromszor, meg háromszor egy mokkás kanálban megittam ebből a keverékből. 2 évig semmi nem történt. Nem nőtt, nem csökkent, ott volt. Aztán egyszer csak elkezdett barnulni, aztán utána bevarasodott, és 2,5 év múlva, nem tudom melyik éjszaka leesett. Azóta sincs. Hál' Istennek. Azóta többször megnézték a vérképembe is, meg a lányom vagy 3 évvel utána elvitt, megnézetné az agyi CT-re, meg szóval sok mindent csináltatott velem akkor vizsgálatban, hogy megnyugodjon, elmentem. De nekem nincs rákom. Sehol. Hál' Istennek. Tehát tenni kell, ez a lényege a mondani alumnak. Tenni kell mindenkinek, saját magának azért, hogy egészséges maradjon. Az orvosoké a gyógyítás. Az az orvosok dolga. De az az én dolgom, hogy én megigyak 7 teát, gyógyteát most már, mivel én idős vagyok, minden nap. Iszom a galagonyát, iszom a kisvirágú füzikét a prostatámra, iszom a tyúkhúrt a koleszterinemre, iszok diólevélteát rákmegelőzésre, iszok fehér akácvirágot a gyomorsavam csökkentésére, iszok mezei katángot a bélrendszeremnek a rendbetartására, iszok csipketeát, erről külön szeretnék még mondani egy-két dolgot, mert csodálatos a csipke, csak nagyon kevesen tudják, hogy mit tud. Sajnos könyvekbe sincs leírva, őszintén mi se írtuk még le, mert hát mindent nem tudunk leírni, mert most már 3 könyvünk van. Az elsőre nagyon büszke vagyok, az a neve neki, hogy
Javas asszony unokája, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete rátette a honlapjára forrás munkának. Ez nekem nagyon nagy elismerés. Nagyon büszke vagyok rá. Köszönöm szépen. Tehát ebből eredően mindenkinek segíteni kell saját magán, hogy ne legyen rákos. Itt most megszakadt egy cseppet a fonal, majd visszajövök. Tessék? A keverék. Csígya, a csipketeja, igen. Nem tudják a csipketejáról, hogy mi ez. Azt mindenki tudja, a C-vitamin van benne. Sok. A csipkehús a legjobb, a csipkebogyóból nem jó, mert az kétszer fog csípni, egyszer, mikor megiszom a teát, egyszer meg, mikor kijön. Mert vannak benne azok a kis szőrök, és azok nagyon csípnek. Áztatni kell 2-3-4 órán keresztül, de nagyon jól erősíti az érfalat a csipketea. Érfalat, rugalmasan tartja. És ami még nagyon-nagyon lényeges neki mellette, hogyha egy picike mézet teszünk bele, akkor segít a fehérje lebontásban a vesének. Minden nap iszok csipketeát egész télen. És akkor még van egy mentánk, amit iszok, ez csak nekünk van, ezt is 2 évig vizsgálta a Semmelweis Egyetem Gyógynövénykutatóintézete. Hát csak azt a részét voltunk kíváncsiak, mert a tapasztalatunk megvan nekünk róla, hogy van-e neki toxikus hatása, nincs. Nyugodtan lehet használni. Aki ezt issza ősztől tavasig, az a neve neki, hogy fürtös menta, az nem szokott náthás lenni, meg influenzás se. Gyerekek is ívatják. Hát ennyit a rákról. Korán kell elkezdeni. És mindenképpen kérem, legalább egy évbe kétszer menjen el az a 20 éves is az orvoshoz, a házi orvosához. Beszéljék meg vele, nézesse meg magát. És akkor el fog tudni addig élni, mint ameddig én élek. Mert a doktornő vagy a doktor úr meg fogja neki mondani, hogy ilyen vagy olyan baja van, aztán a saját elhatározás, hogy mit fog használni rá. Meg azt is el fogja neki tudni mondani, hogy mire vigyázzon. De egyébként rá is lehet olvasni, mert elég sok könyv van már most. Még szeretnék mondani a cukorbetegségről egy pár dolgot, nagyon-nagyon meglepő. Én nekem tulajdonképpen az, hogy engem mennyire ismernek a cukorteánkról is terjedt el. Én amikor nyugdíjba mentem, 2 év múlva kezdtem el gyógynövényeket árulni úgy komolyabb formában, gyűjtöttem már, akkor kint laktunk a Bükkbe, Bükkszentkereszten, és csináltam, a nagymama nem teljesen ez volt, mert a Semmelweis Egyetem megváltoztatott egy hatóanyagot benne, más kellett beletenni, de ugyanolyan jól működik, hál' Istennek a professzornő tanácsolta, Kéri Ágnesnek hívják, már nyugdíjban van. De azért még dolgozik az egyetemen. Jártam a piacra, és egyik alkalommal odajött egy ember hozzám erre a teára, ő cukorbeteg, adjak neki valamit rá, adtam neki ezt a teát, aztán 2 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva egyszer bemutatkozik, nem mondom meg a nevét, mert nem hatalmazott fel rá. Doktor, ez és ez vagyok. A külkereskedelmi minisztériumban dolgoztam a Kádár rendszerben, én voltam főosztályvezetője az export-import osztálynak. Én írtam alá minden export engedélyt, amit gyógynövényt exportáltak Magyarországról, akkor 150 ezer tonnára adtam az utolsó évben engedélyt. Összekötetésem van a Semmelweis Egyetemmel, Gyuri bácsi, tessék ezt a teát fölvéni oda, mert ezt tovább kell vizsgáltatni. Fölmentem Kéri professzornőhöz, ő akkor még adjunktus volt, ő mindjárt elvitt engem a borvendég professzor úrhoz, a Keteszámoló Klinikának a belgyógyászatán diabetológus, és ő azt mondta, hogy ha egy eset van, akkor azt már érdemes vizsgálni. Nagyon-nagyon hosszú volt, be van vizsgálva, rendszeresen minden tétel vizsgálva van. De most már akarják vinni a világon mindenhová. Következőképpen működik.
olyan növények vannak benne, amelyik lelassítják a felszívódást. Ugye másfél óra, legfeljebb két óra szívódik fel a kisebb szénhidrát, amit megettünk a bélrendszerünkben. A bétasejtünk, a hasnyálmirigyen lévő bétasejtünk két óra alatt nem tud elég inzulin termelni ahhoz, hogy 6 millimol körül tartsa, vagy az alatt tartsa a cukorszintünket. Fel fog menni a cukorszintünk. Mert már a bétasejtünk 80 vagy 85%-os teljesítésű csak. De ha én ezt a másfél-két órát ki tudom tolni, 3 órára mondjuk, akkor már az a 80%-os bétasejt is eleget tud termelni ahhoz, hogy elég inzulin legyen, és 6 millimol körül maradjon a cukrom. És akkor nincs mellékhatás. Aztán akinek még kevesebb az inzulin termelése, annál is használ, még annál is az egyes típusúnál, egyes típusú cukorbetegnél, akinek már alig van 5-6% saját inzulin termelése van a béta sejtjeinek, ott meg azt csinálja, hogy megszünteti az ingadozást. Sokkal-sokkal hamarabb be lehet állítani a inzulint arra a szintre, hogy 6 millimol körül maradjon a cukorszintje. Patikában is lehet már kapni, béreséknek szállítjuk mi, a béres nagykereskedelmi cég küldi szét, teríti szét a patikákba, de mi is áruljuk. Most mondom már, eső van az arab országokban, érdekes. Rengeteg a cukorbeteg az araboknál. Hát nem dolgoznak, tunyák. Esznek, isznak, nem tudnak más csinálni, meg gyereket. Van 2-3 meg 5 felesége, aztán születnek világba a gyerekek, meg hát ő meg elhízik ekkora egy alapsejt. Lényeg az, hogy eddigi tapasztalatunk mindenütt az, hogy a tea kiválóan működik, vagy együtt, vagy pedig külön. Lehet, ha a kezdődő cukorbetegeknél, még amikor a 3 hónap diétára van, csak le a doktornő vagy a doktor csak annyit adott neki, akkor még sok esetben nem is kell a gyógyszert elkezdeni. Mert elég a tea ahhoz, hogy ott még szinten tudja tartani a cukorját, és akkor sokkal később kell esetleg gyógyszert szedni, ha egyáltalán kell. Majd később ezt esetleg még megtapasztalják. Két dolog nagyon lényeges. Ebben 5 növény van, 2 gyökér, meg 3 növény. A 2 gyökeret főzni kellene, de nem szabad főzni, mert a 3 növény kilúgozom. Tehát ezért legalább 50 percig ázni kell neki, hogy a gyökerekből is kijöjjön az inulin. Ha van itt orvos, a gyógyszerész tudja, hogy az egy óriás molekulájú szénhidrát, amelyik lelassítja a fölszívódást. Ez a tevékenység a lényege, amivel most le kell lassítani a felszívódást, de azt mindjárt, ahogy lenyeltem az utolsó falatot, 5 percen belül el kell kezdeni lelassítani, mert ha egy fél óra múlva iszol meg a teát, akkor egy fél óráig gyorsan szívódik fel a kis szénhidrát. 5 percen belül megiszom, vagy délbe, vagy este. Minden le van írva róla, használati utasítás. Ezt a kettőt az OGYI által készített használati utasítás, ami a dobozon belül van, a szó szerint csak úgy lehet beletenni. Ők nem írják ki azt, hogy 50 perc, hanem az, hogy hosszú idő, meg az, hogy étkezés után lehetőleg. Hát mi megmondjuk az időpontot is, mert teszünk mellé egy másikat. Másik használati utasítást, ami tulajdonképpen ugyanaz, csak most már konkrétan meg van mondva, hogy nem sokáig kell áztatni, hanem 45 percig kell áztatni, a sok. Sokkal több, mint a 15-20 perc. Kérem, akinek ismerősük van, használják, engem nagyon megdöbbentett, nem túl régen, tavaly hallottam egy adatot.
Amikor én ezt elkezdtem bevizsgáltatni, ezt a cukorteát ott a Semmelweis Egyetemen, a Gyógynövénykutató Intézetben, akkor megkértem a statisztikát, mondják meg, hogy Magyarországon mennyi cukorbeteg van. Aki már ki van mondva róla, hogy cukorbeteg. 500 ezeret mondtak, ebből 450 ezer a kettes típusú, 50 ezer az egyes típusú. Tavaly hallottam, hogy közel 1 millió. Ennek 10 éve, hogy én ezt kérdeztem először. 10 év alatt megduplázódott a cukorbetegek száma. És akkor most már lányom is, ugye ő egyébként tanár, nagyon érdeklődik, meg olvas, meg keresgél, meg beszél orvosokkal, jár előadásokra, meg én is. Magyarországon a Horthy rendszerben 2 kiló cukrot evett meg egy ember egy év alatt. 2 kilót. Ma 38 kiló. Ezt a lányom tudta meg. Miért csináljuk? Hogy hamarabb meghaljunk. Én sajnos láttam, szomszédom is moshat meg, amíg használta a cukorteámat, semmi baja nem volt. Aztán, ó, nem kell az nekem, inzulinos volt, mondom. Laci, hidd el nekem, hogy nagy. Nem, én is jó vagyok, inzulinnal szinten tudom tartani magam. Először az egyik lábát vágták, aztán a másikat. A második lába, amikor levágták, akkor abba belehalt. Lelkileg, gondolom, mert hát azért ma már a műtétek olyanok, hogy abba nem lehet belehalni. Kérem szépen, ennyit akartam mondani, most utána csinálunk egy kis tanácsadást, nem tudom, hogy hol majd megmondják, hogy hol lesz tanácsadás, ameddig bírom még szuflával. És a gyógyteáinkat itt lent meg tudják venni, könyveink is ott vannak. És annyit még, hogy ezek a teák be vannak vizsgálva, holott már nem kötelező, mi magunktól csináljuk. A vizsgálat eredménye minden esetben az, hogy 20-30%-kal több bennük a hatóanyag, mint amit Magyarországon más helyeken kell kapni, lehet kapni. Tudjuk, hogy miért. A Nemzeti Park területén, meg annak a határán gyűjtjük, tiszta oxigén lélegzik be a növény, nem szemetet, ez az egyik. A másik pedig a bükknek van két sugárzó energiája, a rádium meg az urán, amelyik beleépül, és egy évig benne is van a gyógynövényeinkbe, ezért mi csak egy év időpontot adunk, annyit adunk rá, hogy addig lehet használni a gyógynövényeket, holott másfél év volt régen, még be kellett vizsgáltatni, másfél évet adtak egy gyógynövénynek, a gyűjtésre számított másfél évet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok mindenkinek, családjuknak is.